Jó estét kívánok! Önök a Telepass kistérségi televízió híradóját látják november 22-én szerdán. Kínai küldöttség érkezett városunkba, győzött a Paksi FC 2 labdarúgó csapata a Makó ellen, szolgáltatói fórumot szervez az önkormányzat. Ezek főbb híreink, jöjjenek a részletek! Szolgáltatói fórumot szervez az önkormányzat a Rosszatom vállalattal, a beruházásért felelős fővállalkozóval közösen. A Duna Hotelben november 24-én 18 órakor tartandó rendezvényre a szolgáltatói szektor valamennyi helyi szereplőjét várják. Az atomerőmű beruházással járó, szolgáltatói szektort érintő kihívások, igények és lehetőségek megismertetése a célja annak a fórumnak, melyre az önkormányzat és a Rosszatom vállalat várja az érdeklődőket. Mindenki már tapasztalta a városban, hogy azért megjelent már egy komoly olyan réteg, orosz munkavállalói réteg, akikkel nap mint nap találkozhatunk üzletekben, éttermekben, nagyobb bevásárlóközpontokban. Tudomásom szerint kb. 30-40 családról van szó, de ez a létszám nyilván az elkövetkezendő időszakban növekedni fog. És ezen a szolgáltatói fórumon az orosz félnek az elvárásait, igényeit, elképzeléseit ismerhetik majd meg azok a középvállalkozók és kisvállalkozók, akik nyilván majd kapcsolatba is fognak kerülni ezzel a munkavállalói réteggel. A fórumon az előadók által tartott tájékoztatók után a felmerülő kérdéseikre is választ kaphatnak a megjelentek. A fórum egyébként interaktív, és hát mint az orosz fél, mint mi is azt szeretnénk, hogyha nagyon sok kérdés vetődne fel, arra kérek mindenkit, hogy készüljön fel és bátran tegye fel a kérdéseit, és arra is számítson, hogy természetesen az orosz félnek is lesznek kérdései. Hát remélem, hogy egy nagyon hatásos munka kezdődik el. Többek között az élelmiszerellátás, a vendéglátás területén dolgozó vállalkozásokat, a szórakozóhelyek tulajdonosait, fodrászokat, kozmetikusokat, rendezvényszervező irodákat, utazásszervezőket és a sportegyesületek képviselőit is várják a november 24-i találkozóra, melynek helyszíne a Duna Hotel nagyterme. Paksvárs önkormányzatának nagyon fontos az, hogy az elkövetkező időszakban a helyi vállalkozók preferáltan tudjanak részt venni majd a helyi igények kiszolgálásában. Jelen pillanatban ugye kevés információval rendelkezik a város az igények tekintetében, és gondolom, hogy így a vállalkozók is. Abban bízunk, hogy ezen a fórumon az orosz fél sokkal több információt fog eljutatni hozzánk, illetve meg fogja nevezni az igényeit, meg fogja nevezni azt, hogy mire van szüksége, és hát abban bízom, hogy a helyi vállalkozások azok a jövőben ebben a tekintetben megerősödhetnek. Hiszen a városvezetés számára kiemelt cél, hogy a helyben működő vállalkozások a következő évtized nyertesei legyenek, hangsúlyozta Paks alpolgármestere. Kínai küldöttség érkezett városunkba, hogy megismerje a helyi tömegközlekedést. Az elektromos buszgyártó vállalat az Ütong busz képviselőit, dr. Blazsek Balázs, címtetes főjegyző, Kis Péter, a Proteus Holding ZRT vezérigazgatója, és Misóczki Anikó, az önkormányzat pályázati osztályának vezetője fogadta a Városházán. Városunkba látogatott az Ütong busz vállalat. Az elektromos buszgyártó cég szakemberei Paks közösségi közlekedésével ismerkedtek meg. Fejlesztés előtt állunk, hiszen egyrészt az IKOP pályázati forrásból nyertünk támogatást elektromos buszok beszerzésére, illetve a Proteus projektünknek is egy része a közösségi közlekedés fejlesztését szolgálná, és ennek kapcsán került fel a kapcsolatfelvétel, hogy helyben megismerhessék a városi közösségi közlekedés helyzetét. A tájékoztatót dr. Blazsek Balázs, címzetes főjegyző, Kis Péter, a Proteus Holding ZRT vezérigazgatója, és Misóczki Anikó, az önkormányzat pályázati osztályának vezetője tartotta a Városházán. A kínai elektromos buszgyártó céget a vállalat kelet-európai régiójának képviselője mutatta be. A Ütong busz a világ egyik legnagyobb buszgyártó vállalata. 1999 óta foglalkozik az elektromos járművek fejlesztésével. A párizsi nagy klímakonferencia óta még fontosabbnak gondoljuk az elektromos buszok használatát. Az általunk gyártott első elektromos buszt Belgiumban helyezték forgalomba, de már Franciaországban, Bulgáriában és Izlandon is használják a Ütong elektromos buszait.
A pályázati osztály közbeszerzési eljárás során fogja beszerezni az elektromos buszokat. Ez a folyamat jelenleg még előkészítés alatt áll, tehát akár magyarországi, akár európai vállalatok előtt nyitva áll a lehetőség, hogy induljanak a tenderen. Az, hogy milyen buszokat választ az önkormányzat, a közelmúltban elkészült közlekedési koncepció is befolyásolja. Vannak feltáratlan területek a városban, tehát amint meg tudjuk határozni azt, hogy milyen útvonalakon fognak közlekedni ezek a buszok, hiszen az elektromos buszok kapacitása, utas kapacitása némileg kevesebb, mint a jelenlegi buszoké, úgyhogy ennek függvényében kerül majd meghatározásra azt, hogy milyen vonalak és hány busz beszerzése, és milyen fő paraméterekkel kerülnek beszerzésre. Az Ütón buszvállalat szakemberei a tárgyalás után a várossal is megismerkedtek, valamint bejártak néhány az elektromos tömegközlekedésben érintett útszakaszt. A Dunakorzó Polgári Egyesület újraalakulása óta első alkalommal tart nyilvános összejövetelt. Az első vendég Jurák Kata újságíró lesz, aki a Bal Liberális Média Manipulációi címmel tart előadást. A rendezvény, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők, a Csengei Dénes Kulturális Központ nagyklubjában lesz november 23-án 18 órától. Marie Slodowska Curie szobrának elhelyezéséről tárgyalt a napokban a Városépítő Bizottság. A lengyel származású fizikus és kémikus, a 20. század legnevesebb tudósnője, az egyetlen a tudomány történetében, aki két különböző tudományágban is elnyerte a Nobel-díjat. Szlazas Vitold nevű lengyel barátunk, aki a KDNP-nek a tagja, aki az első beruházás óta itt él most Pakson, tehát Paksi és a Paksi KDNP-nek a tagja, ő tett egy írásbeli javaslatot arra, hogy Madame Curie szobrát állítsuk föl a városba, tekintettel arra, hogy az egyes erőmű, tehát az Paks 1-nek a beruházása kapcsán ugye nagyon sok lengyel megfordult a városba, és ezek a lengyel munkások sokat dolgoztak egyébként a parkba, és kialakították a lengyel-magyar barátságparkot, ahol ugye két kis ér is csordogált, ugye a Duna és a Visztula. A tervek szerint Marie Slodowska Curie szobra a Szent István és a templom tér között található lengyel-magyar barátságparkban kapna helyet. A 150 éve született lengyel származású fizikus és kémikus, a 20. század legnevesebb tudósnője, a maghasalás felfedezője, az egyetlen a tudomány történetében, aki két különböző tudományágban is elnyerte a Nobel-díjat. Az elképzelések szerint a szobor alkotója Bronislav Krisztof, világhírű szobrász, aki a lengyeleknek már több száz emlékművet, emléktáblát, illetve domborművet készített. Tárgyaltunk miniszter úrral is, ő a lengyel energetikai miniszterrel kapcsolatban van, lehet, hogy lesz tavasszal közös találkozójuk Magyarországon, és akkor erre ő is szeretné, hogyha erre sor kerülhetne, és akkor esetleg közösen együtt avatnának egy Madame Curie szobrot Pakson. A kereszténydemokrata néppárt Paksi szervezete rögtön az elképzelés mellé állt, a megvalósítást a Fidesz Paksi szervezete és az önkormányzat is támogatja. Közel 3 millió forintot biztosított szekrények vásárlására a Bezerédi Általános Iskola részére a Szekszárdi Tankerületi Központ. A diákok és a pedagógusok nagy örömmel fogadták az új bútorokat. Ízléses és praktikus szekrényekre cserélték a régi bútorokat a Bezerédi Általános Iskolában a Szekszárdi Tankerületi Központ jóvoltából. A felső tagozaton 270 diák tárolhatja új helyen iskolai hormiát, és 9 tanári szekrényt is elhelyeztek az osztályokban. A régi elhasználódott szekrények helyére kértük ezeket, ugyanis nem tudtuk hol tárolni a tornazsákokat, rajzdobozokat, azokat a tankönyveket, amelyeket a tanulók itt hagynak az iskolában, és csak időnként használnak. Most nyugodtan betehetik ezekbe a szekrényekbe, és sértetlenül vehetik elő másnap, vagy egy hét múlva esetleg. Kértük a gyerekeket, hogy vigyázzanak rájuk, felcímkéztük a neveikkel, és ellenőrizni fogjuk, hogy rendesen használják-e. Az igazgatóasszony tervei alapján egy asztalos készítette el a szekrényeket, amelyek a gyerekek tetszését is elnyerték. Én teljes mértékben elégedett vagyok velük, mindig is vágyam volt, hogy lehet egy saját szekrényem, az osztályban is akár. Rengeteg dolgom belefér, minden, ami szükséges. Az iskolai dolgunkat, például kabátok, a technika doboz, tesizsák, ilyenek. Minden szekrény névvel ellátott, több polcra osztott. Tamás szerint is ideje volt már a bútorcserének.
Néha panaszok voltak, hogy nem is nagyon jól elférnek a dolgaink, meg hogy nem olyan rendezett, és így szerintem sokkal jobb. A tanárnő megmondta egyébként, hogy milyen, hogy kinek melyik lesz a szekrénye. Próbálta így, hogy barátokat egymás mellé tett, meg hogy magasság szerint is elrendezte. Az osztálytermekben az új szekrények beépítését követően a rend is nagyobb, nincsenek fogasonlógó kabátok és padban felejtett rajzdobozok. Négy nóra győzött a Paksi FC 2 labdarúgó csapata a Makó ellen az NB3-as bajnokság középcsoportjában. A hazai gólokat Vlasics, Bognár, Hán és Györgye szerezték. A Paksi FC 2 sikerével megerősítette 7. helyét a tabellán. Az utolsó 16. helyen álló Makó látogatott Paksra az NB3-as labdarúgó bajnokság 15. fordulójában. A PFC 2 a 7. helyről várta a találkozót. A mérkőzést remekül kezdte Ostermayer Gábor együttese, Vlasics Dániel góljával már a 4. percben megszerezte a vezetést. Sőt, a folytatásban sem állt le a vendéglátó, a 17. minutumban újabb találatnak tapsolhatott a publikum, Bognár szép lövéssel duplázta meg a zöld-fehérnek előnyét. Ezt követően is a hazaiak irányítottak, de a kapuk sokáig nem forogtak veszélyben. Az újabb lehetőségre a 44. percig kellett várni, ekkor a vendégek játékosa Takács fejelt mellé közelről. A szünetben 2-0 volt az állás. A térfélcsere után az 55. percben Hán János is bevette a Makó hálóját, majd az 58. percben Sirokmán emelt a Paksi kapu fölé, így elmaradt a szépítés. A kegyelemdöfés Györgye nevéhez fűződik, a zöldfehérek cseréje nem sokkal pályára lépése után közelről nem hibázott, mindez a 72. perc történése volt. A találkozón végül megérdemelt hazai siker született, a különbség a látottak alapján nem túlzó. A végeredmény Paksi FC 2, Makó 4-0. A PFC 2 sikerével megerősítette 7. helyét a középcsoport tabelláján. Nagyon fokhíjasan tudtunk felállni. Három emberünk kiságult, olyan sok sérültünk van, de hát azért ennél nagyobb ellenállásra számítottam. Sajnos ugyanaz a koreográfia szerint játszunk a mérkőzéseinket, irtózatosan nagy hibákat követünk el. Elég, ha csak az első gólt mondom, a harmadik percben indítottuk a Paksnak a baloldali támadóját, épp a Hajanét. A másodiknál meg levettük a 17 méterre a labdát a támadónak. Tehát ekkora hibákat nem lehet elkövetni, és hát utána hiába futottunk a második fél időben, az eredmény után szinte a Paks minden helyzetét gólra váltotta. Nehezen indult az eleje, aztán sikerült gólt szereznünk, utána kicsit már lazábban játszottunk. Megnehezítette a játékunkat szerintem a nehéz talaj, illetve a csúszós, kicsit dadogós pálya. Összességében megérdemelten győztünk szerintem, itt a végén akár több is lehetett volna, hogyha kicsit racionálisabban játszunk, meg kihasználjuk jobban a lehetőségeket, de a lényeg, hogy győztünk és beúsztuk 3 pontot a hazai pályán. Az elején sikerült gólt rúgni, ez meghatározta a mérkőzésnek a lefolyását, a korai gól, meg azt még rá is tudtunk rúgni. Úgyhogy tényleg egy magabiztos győzelmet arattunk. A pályatalaja nagyon nehéz volt a játékosoknak technikailag, úgyhogy sok hiba volt, de nem vagyunk elégedetlenek. Gratulálok a csapatnak, mert 4 gólt tudott rúgni a Makói Egyesületnek. A Paksi FC 2 az idei naptári év utolsó játéknapján a Mórahalom csapatát fogadja. A mérkőzést november 26-án vasárnap 13 órakor rendezik. Csütörtök estig változóan felhős lesz az ég, több órás napsütés várható, csapadék nem lesz. A déli délnyugati szél a délutáni órákra megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 fok körül alakul. Hírösszefoglalónk után az ESSI magazin 42. adásában is sok érdekes és hasznos információval várjuk nézőinket. Novemberi adásunk azért is különleges, mert az ESSI magazin ebben a hónapban ünnepli 5. születésnapját, így adásunkat is a születésnap jegyében állítottuk össze. Köszönöm a figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra!